Készül a Nyíregyházi Szakképzési Centrum első közös karácsonyfája. Az innovatív karácsonyi ünnepséget hagyományőrző jelleggel szervezték a tavaly átadott digitális közösségi alkotóműhelyben. A rendezvényhez 15 osztályt sikerült bevonni, ők saját szakmájukra jellemző díszeket készítettek. A karácsonyfát a műhely kollégái tervezték és vágták ki, majd állították össze. Az ünnepség célja, hogy ráhangolja a diákokat a karácsonyi időszakra, illetve hogy még jobban megismerjék egymást a tanulók. A karácsonyfa ünnepi díszbeöltöztetése után pedig a diákok kézműves foglalkozásokon fognak részt venni. Itt mézes kalácsot díszíthetnek, megtanulhatják a sebkezelés, sebkötözést, hiszen karácsony alkalmával megeshet, hogy égési sérüléseket szenvedünk, de egy sepregető robot segítségével akár takarítási ötleteket is elsajátíthatnak itt az ünnepek utáni takarításhoz. A karácsonyfa rétegelt lemezből lézervágó segítségével készült, ezért újrahasznosítható a következő években is.